Sokat várnak a magyar gazdák az Agrárminisztérium intézkedéseitől, amelyeket az ukrán gabona dömping megfékezése érdekében hoztak. A szaktárca az EKR bevezetésével ellenőrizné az Ukrajnából közúton érkező mezőgazdasági szállítmányokat. Ezzel pontosan lehetne követni, hogy a rakományok mikor léptek be az országba és mikor hagyták el a határt. Minden hadrafogható kombány a földeken volt tavaly Péter Pál napján, az aratás indulásakor, hogy minél gyorsabban végezzenek a legnagyobb mezőgazdasági munkával, nehogy a szárazság még nagyobb kárt okozzon a táblákban. A történelmi asszály még így is óriási pusztítást végzett, hiszen például a búzatermés mintegy harmada megsemmisült. De a magyar gazdáknak, mint később kiderült, nem csak az asszály és az emiatt keletkezett termésveszteségek, hanem a betakarított, ám de el nem adott búza is kemény fejtörést okozott, illetve okoz a mai napig. Ennek oka, hogy időközben tele lett az ország ellenőrizetlen, olcsó ukrán terményekkel. Brüsszel ugyanis tavaly nyáron vámmentessé tette az ukrán árukat, többek között a gabonát és az olajos magvakat, hogy azután azok könnyebben eljussanak a fejlődő országokba. Csak hogy az ukrán termények megrekedtek a magyar, a román, a bolgár, a lengyel, a cseh és a szlovák raktárakban, óriási problémát okozva ezzel az érintett országoknak. A dömpingáras ukrán gabona ugyanis letörte az árakat és eladhatatlanná tette a hazai búzát. De nem csak a magyar búza, hanem a magyar liszt exportja is befulladt. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a termelők még azt sem tudják, hogy az ukrán gabonával teli magtárok miatt hová fogják tenni az új termést. Bent van rengeteg termény. Ez olyan, mintha megtörtént volna az aratás nálunk és a környező országokba is. Tehát gondok lesznek azzal is, hogy hova fogjuk tenni, ha jelenállás szerint marad és jön be az ukrán áru, hova fogjuk tenni ezt a mi megtermelt árunkat. A Magosz elnöke szerint a bekövetkezett és az egyre mélyülő piaci krízisért kizárólag Brüsszel a felelős. Ez azt jelenti, hogy az összes ukrán terméket Brüsszel szabadon áramoltatja be, vámmentesen, ellenőrzés nélkül az Európai Unió területére. Ez a piac teljes szétverése, ez a magyar gazdák teljes ellehetetlenítése, illetve a ukrán határhoz közeli országok gazdáinak a teljes ellehetetlenítése. Jakab István szerint a gazdák jövője a tét, ezért mindent meg kell tenni a probléma megoldására. Az Agrárminisztérium lépett is, több intézkedést is bevezetett az ukrán gabona dömping megfékezésére. Így a főbb gabona és olajos növény terményekre is alkalmazzák majd az úgynevezett elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszert, ismertebb nevén az EKR-t. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint ezzel lehetővé válik az Ukrajnából érkező szállítmányok pontos nyomon követése. Az EKR, ami kimondottan a szállításokat vizsgálja, a szállítási papírokat vizsgálja, így lényegében az utolsó kilóig meg lehet azt határozni, hogy egy szállítmány az honnan, hova tart, és nem kerül-e olyan helyre, ami a szállítási papírjai alapján nem lehetséges. Így meg lehet akadályozni azt, hogy Magyarországon maradjon olyan ukrán gabonaszállítmány, ami egyébként tranzit, tehát egy másik államba szállítják, csak Magyarországon áthalad. A szaktárca szorgalmazza azt is, hogy legalább átmeneti jelleggel a szárazföldön érkező ukrán gabona és olajos növény importra vezessék be újra a vámokat és a mennyiségi korlátokat. Ezzel elejét lehetne venni a nyomott áraknak, amikkel a magyar gazdák nem tudnak versenyezni, hiszen amíg szigorú szabályok vonatkoznak például a búza termesztésére, ami megdrágítja azt, addig Ukrajnában nincsenek ilyen szabályok, így fordulhat elő az, hogy az onnan érkező gabona GMO-val és toxinnal szennyezett, illetve olyan vegyszerekkel kezelt, amiket az Európai Unióban már régen betiltottak. Az agrárminiszter a szigorú ellenőrzéseket bejelentő közleményében leszögezte, a tárca mindig a magyar gazdák oldalán áll, és megteszi a szükséges intézkedéseket az ukrán olcsó gabona és az elhibázott brüsszeli intézkedések által kialakult nehézségek kezelésére és a magyar gazdálkodók támogatása érdekében. A legfrissebb hírek szerint Ukrajna a gabona és az olajos magvak után nagy mennyiségű baromfit, tojást és mézet kezdett el exportálni Európába, ugyancsak dömping áron. Ez azt jelenti, hogy a gabona termeszték után a magyar baromfitenyésztők és méztermelők is óriási kihívások előtt állnak.